Üdvözlöm szeretettel a Pax Televízió nézőit, a jövő nemzedékét látják. Ez alkalommal hívő lányokkal fogok beszélgetni. Először is Jókébedet köszöntelek. Üdvözlök mindenkit. Miriamot üdvözlöm. Üdvözlöm a nézőket. Lillát. Üdvözlöm a kedves televízió nézőket. És Vikit. Üdvözlöm a kedves tévénézőket. Hát ez alkalommal a barátságról fogunk beszélni, elmondjuk a gondolatainkat, hogy mit értünk barátságon. A mindennapi életben annyi sok kifejezés van, már ez ugye egy nagyon irodalmi kifejezés, hogy barát, barátság. Tehát van ilyen szó, hogy haver. Ez egy tulajdonképpen egy nagyon becsületes, tisztességes szó lenne, ez egy héber szó. Héberül a barátot így nevezik, hogy haver. Mi pedig ezt olyan egyszerűen használjuk, például sokan nem tudják, hogy használjuk ezt a szót, hogy lóvé. És ez is egy kicsit olyan mulatságos, közben ez is egy héber szó. Tehát átkerültek így a mindennapi használatba. Aztán a magyar nyelvben vannak ilyen nevek, hogy span, ismeritek ezeket a neveket? Akkor van ilyen, hogy cimbi. Ez minek a rövidítése? Cimbora. Cimbora. És te például mit értesz azon, hogy cimbora? Hát egy ilyen távolabbi barátot, aki csak úgy éppen néha egy-két szót váltok vele. Például nagyon sokszor használták ezt alkoholisták között, hogy a cimbora, alkoholos cimbora. És te mit értesz Jókébed azon, hogy haver? Hát, akivel meg tudok bízni, de mégse az, akivel a legjobban meg tudok. És hogy span, te például mire gondolsz? Hát igazából nem szoktam ezt a kifejezést használni, de inkább, ahogy Joki is mondta, távolabbi barátokra szokták érteni ezt a szót. Igen. És milyen szót tudunk még a barátokkal? A csávó az más jelent, ugye? Igen. Az fiút jelent, ugye? Körülbelül igen. Valami. Tehát többféle szót is használunk, amit talán mi most nem is tudunk, vagy nem is hallottunk róla, de mi inkább maradunk ennél a szónál, hogy barát. A barátságban pedig a szeretetnek sokféle kifejezése van a mindennapi életben. Tudnátok nekem példát mondani arra, amit ma használnak, hogy szeretet? Az az érzésem, hogy az emberek ezt a szót, hogy szeret, szeretni, ez olyan vallásos féle beszédnek tűnik, és egy kicsit szégyeljük is, és valamivel helyettesítjük. Tudnátok erre példát mondani? Hát például az, hogy valaki bír valakit? Igen. Ez azt jelenti, hogy felelősségem nincs iránta, ugye? Csak hát tetszik, kibírom az illető társaságát. Aztán még milyen szó van? A csíplek. Igen. És amikor ezt már ki is mondom, hogy csipázlak, vagy hogy van ez? Igen. Hát az én. Az már egy, igen. Aztán még mi van? Hát kedvellek. Kedvellek. Ez is. Aztán ez a lájkolás is valahogy közel áll, ugye? És van még egy szó, amit mindenre használnak. Fűre, fára, tortára, nagyanyámra, mindenkire. Azt mondják, hogy imádlak. És érdekes volt, hogy egy konzervatív gondolkodású templomba ki volt írva valami anyagra a szülőkről való megemlékezéssel kapcsolatban, hogy imádott szüleimnek. És nagyon meglepett ez, hogy még templomba is ilyet
hírnak, hogy valakit imádnak. És nektek mi a véleményetek erről, hogy a barátokat imádni kell? Hát nem. Hát akkor hogyan viszonyuljunk hozzá? Komálom. Hát szeretni kell, hogyha olyan közel, hát mindenkit kell szeretni, és a barátokat szerintem akkor még jobban. És hogy mit csinál az ember akkor, amikor szeret? Hát szerintem manapság úgy tudjuk kifejezni a legjobban a szeretetünket mások felé, hogyha az időnket megosztjuk vele, mert nagyon sok minden el akarja venni manapság az időnket, iskola, munka. És hogyha valakinek minőségi időt adunk, akkor valóban érzi, hogy megbecsüljük őt. Ezzel kapcsolatban van még valami gondolatotok? Meghallgatjuk, ami véleménye van, vagy az érzéseit, gondolatait. Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog. Szokták is mondani, hogy a meghallgatás, valakinek a meghallgatása az egyik legnagyobb jótétemény, mert sok olyan ember van, akit nem hallgatnak meg. És itt a szomszédban az alkoholdrog és játék szenvedélybetegek kezelése történik. Sokszor fiúk oda jönnek hozzám, és hosszasan elbeszélgetnek velem, mert nincs akivel, vagy nem is volt, akivel megoszthatták volna a legfontosabb problémáikat. Tehát én meghallgatom őket, és ez már egy óriási segítség, és sok emberrel találkozhatunk, akiknek szükségük van arra, hogy meghallgassák őket. Pláne, hogyha fiatalok időt áldoznak arra, hogy egy idősebb embert vagy mást meghallgassanak, nagyon nagy jótétemény. A baráttal kapcsolatban szoktak ilyet is mondani, hogy a barátság, a barátkozás az olyan, mint egy tükörnek a használata. És mit lát meg az ember a tükörben? Saját magát általában. Igen. És hogy neked a barát azért tetszik, mert hát olyan különleges? Hát igen, meg hogy van, sokszor egyetért velem, de valamikor például van más véleménye is. És nektek mi a véleményetek erről a tükör használatról? Hát hasonló a személyiségünk. Igen. Meg ugyanaz érdekel mondjuk minket. Igen, ez nagyon, nagyon lényeges dolog, hogy valahogy a másikban is önmagamat keresem, és hogy nyilván, hogy olyan emberrel érzem jól magam, aki hasonló gondolkodással, mint én. Ugye? Tehát nem mindenki lehet a barátunk, vagy igen? Hogy látjátok? Hát nem érdemes szerintem annyi emberrel közeli barátságot ápolni, mert akkor csak megtöretetjük magunkat, és nem lesz egyik barátság sem igazán értékes. Igen. A Bibliában van egy ilyen kifejezés, hogy akinek sok barátja van, hogy összetöretik. Hogy mit is jelenthet ez? Tehát, hogyha tudják, hogy rengeteg pénzem van, és sok barátom van, akkor ugye megszállnak engem, és állandóan barátkoznak velem, és tönkre megyek ebbe a barátságba. A Bibliából ti nagyon jól ismeritek, hogy a tékozló fiúnak is milyen sok barátja volt, és mindenki fejte, és elvette, amilyen volt, és végül csak rongyokba érkezett haza. És hát mi nem olyan barátokat keresünk, ugye, akik hát megkopasztanak bennünket. De mi sem leszünk ugye olyan barátok, hogy másokat megkopasztunk. Egyet értetek ezzel? Igen. Nagyon jó. Hogy lehet valakivel barátságot kötni? Mi a véleményetek erről? Mert sok embernek nincs barátja, úgy visszahúzódik, és nem barátkozik vele senki. Sokan szeretnék, hogyha észrevennék őket, barátkoznának velük, és nem sikerül. Hogy jöhet létre a barátkozás, a barátság, hogy alakulhat ki? Ha őszinték vagyunk hozzá, akkor lehet úgy is barátokat szerezni.
Szerintem talán a legfontosabb kezdeti lépés az, hogy találjunk valami közös elfoglaltságot, vagy érdeklődést, amit mindketten szívesen űzünk, és arról már könnyű beszélgetést indítani. Igen. Nektek van-e valami észrevételetek? Hát szerintem nagyon fontos az, hogy nyitottak legyünk, és hogy hát a szimpátia is nagyon fontos, hogy közösek legyenek az élményeink, hogy legyen valami kapcsolatunk. Igen. És a barátkozással kapcsolatban szoktak ilyet mondani, hogy a lényeg az, hogy önmagamat ajándékozom a másiknak. Tehát ebbe benne van, talán már érintettük is, hogy az időmet, erőmet, a szeretetemet, és mindig kéznél vagyok a barátságban, tehát nem úgy, hogy most hát hagyjál békét, nem érdekel a nyomorod, hanem hát ez mint egy oda ajándékozom magam. És ti már ezt mint élményt átéltétek a barátság során, hogy valaki nektek ajándékozta magát, vagy hogy ti? És ha igen, akkor ez hogy történhetett? Vagy erre még soha nem gondoltatok, hogy valami ilyesmi van a barátságban? De nekem van egy legjobb barátnőm, és vele azért lettünk nagyon, tehát a legjobb barátnők, mert hasonló családi helyzetből jöttünk, és így Isten mellett így együtt össze tudunk tartani, és támogatni egymást, mert mind a kettőnknek elváltak a szüleink, és így, hogy egymásnak így oda ajándékoztuk magunkat, így tényleg teljes bizalom és támogatás lehet a kapcsolatunk között. És Miriam, te képes vagy arra, hogy valakinek oda ajándékozd magad? Hát szerintem igen. És hogy van ilyen barátságod, baráti megnyilvánulásod valakire? Igen. Valakik. És hogyha egy embernek, erről beszéltünk, hogy ha sok barátja van, hogy az se jó, és hogy minél betegebb személyisége egy ember, annál kevesebb barátja van. Mit gondoltok, miért? A válasz nagyon egyszerű. Nem tűri meg maga körül az embereket. Tehát alkalmatlan arra, hogy barátkozzon. Mindenbe kifogást talál ennek. Ez a hibája, annak az a hibája. Mindig kötözködik, és hogy végül magára marad is. És nagyon sok ember így van. A szenvedély betegeknél is tapasztaltam azt, hogy nagyon magukra maradnak, végül is elfogynak a barátok, és az utolsó barát is elfogy, és csak egyetlen egy barát marad, és egyetlen egy szerelem marad, ez a drog. Tehát mit csináljunk akkor, hogyha az embereknek nincs barátjuk, és látjuk, hogy itt azért kellene, hogy valami kis baráti támogatás legyen? Szerintem ez nehéz olyan szempontból, mert akkor magunknak kell eldönteni azt, hogy készek vagyunk-e odaadni magunkat, és időt szánni arra az emberre, hogy meghallgatni. És ezt tényleg teljes odaszánással kell tudni csinálni. Igen. Meg hogyha hívők vagyunk, akkor hát először is imádkozni értük, és azt is figyelembe kell venni, hogy ha egyszer elkezdtünk feléjük valahogy viszonyulni, akkor felelősségünk van abban, hogy ugyanúgy viszonyuljunk hozzájuk továbbra is, hogy nem lehet egyik pillanatra a másikra ellökni őket, hanem ugyanúgy szeretettel közelíteni feléjük. Anyósom az Emberbarát Alapítvány alapítója volt, és ő neki volt egy ilyen mondása, hogy én annak vagyok a barátja, akinek nincs. És ő mindig megtalálta azokat az embereket, akiknek nem volt barátjuk, és akkor segített nekik. Volt úgy, hogy teljesen ismeretlenül rátalált egy asszonyra, aki kórházban volt, elvált a férje, ott maradt a gyerekeivel, és hát senki nem látogatta, valahogy ő meg
rátalált, és hogy egy nagyon jó barátság alakult ki köztük, és kölcsönössé lett a szeretet. A bizalom egyáltalán hogy valósulhat meg, mert a barátság csak akkor működik, ugye, ha van bizalom egymás iránt, és hogy erről tudnátok-e valamit mondani, hogy működik ez a bizalom, mennyire működik a barátságotokban? Szerintem ennek kell lenni az egyik alapnak a barátságban, hogy tényleg feltétel nélkül megbízom a másik szemébe. Igen. Nem mindenkibe bízhatunk meg, de minden ember iránt követhetjük a szeretetet. A Bibliában van is egy ilyen mondat, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Tehát mindenki felé gyakorlom a jó dolgokat, de nem mindenki lesz barátom. Gyülekezetben is úgy van, hogy nagyon sok testvérünk van, de nem mindenki a barátunk. Mindenkit szeretünk, de bizalmas kapcsolatban, olyan bensőséges kapcsolatban nem jutunk. És régebben használtak ilyen kifejezést, hogy lelki jó barátom. Hogy ezen mit értsünk, hogy lelki barát? Hát valószínűleg olyan embert, aki a nehézségek idején velünk van, mert ugye a Biblia is mondja, hogy nyomorúság idején válik az igaz barát testvérünké. Igen. Úgyhogy nem csak valaki felszíneset, aki néha együtt lógunk vele, hanem olyan valakit, akivel megosztottuk már a legnehezebb időszakainkat is. És megtörténhet az is az életben, hogy a legjobb barátunk az ellenségünké válik, és ezt nagyon nehéz megélni, ezt a nagy fájdalmat, hogy akit szerettünk, hogy az ellenségünké lesz. A Bibliában is vannak ilyen példák, Dávid is azt mondta, hogy a barátom, akivel együtt ettünk, és hát a sarkát emelte fel ellenem, és hogy ellenségem lett. Hogy ez volt-e már ilyen fájdalmas élményben részetek, hogy akivel nagyon jó barátságban voltatok, hogy végül is ellenségé vált? Hát nekem megtérésem után volt egy olyan eset, hogy volt egy a legjobb barátnőm, és Isten azt mondta, hogy kezdjem el finoman leépíteni ezt a barátságot, mert nem tetsző számára, és ez a barátnőm úgy reagálta le, hogy ellenszenv lett a szívében. És nektek tapasztalatotok volt ilyen, hogy nagyon jó haver, cimbi? Hát nekem volt ilyen, hogy nagyon jó barátnők voltunk, és aztán idővel már nem volt olyan szoros a kapcsolatunk, és aztán hát most már nem nagyon tartjuk a kapcsolatot. Hát az igazi barát az sohasem válik ellenségé, hanem megvan a jó kapcsolat vele. Aztán a barátra még az is jellemző, hogy nem áll odébb, amikor gyengeséget tapasztal az életemben. Lehet egy kölcsönhatás, hogyha elzüllik a barátom, hogy nyilván nem fogok vele tovább ilyen baráti viszonyt folytatni, de hát mégis, amikor valakit támadnak, megszégyenítenek, megaláznak, hogy elsunnyogok ott, vagy pedig kiállok mellette, vagy amikor elmúlik a vihar a fülébe, súgok, hogy egyet értek veled, de nem mertem megmondani mások előtt. Ezt hogy látjátok? Ezt a kiállást, hogy vagyunk-e mi olyan jellemes emberek, hogy a barátunk bajban van, hogy akkor mellé állunk. Hát szerintem, ha igaz barátok vagytok, akkor neked az a feladatod, hogyha a barátod ellen fordulnak, vagy nem értenek vele egyet, akkor neked ki kell mellett állni és támogatni. Mert akkor nem vagytok igaz barátok, hogyha te a nehéz időben nem vagy mellette.
És jókébed, hogy látja ezt a dolgot? Hát szerintem általában olyan, hogy nálam is volt olyan, hogy azt hittem, hogy nagyon jó barátok vagyunk, és akkor minél többet akartam már lenni, aztán végül mondta, hogy ő nem akar a barátomnál jönni, pedig én megbíztunk egymásra. De volt annyira jó, hogy miután már nem barátkoztunk, akkor sem mondta el a titkaimat, és én sem mondtam az övét. Aztán a barátságban még van egy nagy pozitívum, mégpedig az, hogy az igaz barát az együtt tud velem örülni, és együtt tud velem sírni. És hogyha nekem valami sikerül, akkor nem rontja el az örömömet, és nem irigy rám. Láttam ilyen dolgot, hogy például a zenészek között hogy nagyon nagy barátok voltak, de amikor arra került a sor, hogy a kották, meg ez, meg az, hogy nem mutatom meg, mert azért, hogy a dicsőséget én szeretném learatni. Ti hogy látjátok ezt? Volt ilyen fájdalmas dologban részetek, hogy irigy volt rátok a barát is, és hogy valami keservet okozott, vagy fájdalmat? Hát nekem volt egy ilyen barátságom, ahol kölcsönösen voltunk irigyek egymásra, és hát mérgeztük csak egymást, hogy nem mondtuk el egymásnak, hogy mi az igazi bajunk, de mindig ott szomorkodtunk magunkban, meg dühöngtünk a másik ellen, és aztán ennek nagyon csúnya vége is lett, hogy nem mondtuk el egymásnak őszintén, hogy mi volt a baj. Aztán lehet-e arról beszélni, hogy én rábízom magamat egy barátra? Milyen barátra bízhatom rá magamat? Ha már most mi ugye itt hívők vagyunk, és itt tündökölünk, akkor lehet nekem olyan barátom, akinek egy kicsit több van, mint nekem. Tehát a lelki dolgokra, az Úr dolgaira gondolok, hogy ő mélyebben ismeri Jézust, vagy mélyebb lelki meglátása van, vagy vezetése van, hogy rámerem-e bízni magamat, vagy rábízhatjuk-e magunkat a másikra. Hát szerintem minden keresztnek fontos, hogy legyen ilyen barátja, főleg, hogy nagyon erősen hat ránk néha a világ, és amikor el akarunk sodródni, akkor legyen kiben kapaszkodni. Igen, és hogy az ember átvizsgálja ezt tulajdonképpen, hogyha tényleg igaza van, amit a barátom mond, akkor rá merem én is bízni magam ugyanarra, amiben ő hisz, vagy amiben világossága van. De a nagyvilágban hogy van, hogy egymásra rábízzák magukat a barátok, és aztán, hogy van egy ilyen mondat, hogy vak vezet világtalan, és mind a ketten a gödörbe esnek. Tehát ilyen barátságból ugye nem kérünk. És ha mi barátságot akarunk kialakítani, mi volna a leglényegesebb, mit nyújtsunk az embereknek? Hát szerintem az a legfontosabb, hogy önmagunkat adjuk, mert hogyha megjátszuk magunkat és később rájön, akkor az neki szerintem rosszul fog esni. És hogy miközben önmagunkat adjuk, aközben a bennünk lévő szeretetet is adjuk, ugye? Szerintem igen, mind. Nagyon fontos, hogy bízzunk egymásba, és hogy szeressük egymást. A barátra még az is nagyon jellemző, hogy a múltam miatt nem hibáztat, de ugyanakkor a jövőm építésébe segít, mellettem van, hogy én a célt megtaláljam. És hogy nagyon sokszor azért esik szét az emberek baráti viszonya vagy kapcsolata, mert hibáztatják, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, és hogy te nem vagy szerethető, nem lehet veled kijönni. És hogyha a hibákat nézzük, akkor soha se leszünk barátai másoknak, vagy mások se tudnak hozzánk közeledni. Így látjátok? Igen, hát el kell fogadni a másikat,
még a múltjával majd nem kell foglalkozni, mert ugyanúgy nekünk is vannak hibáink, és mi is csináltunk rossz dolgokat, és mi se örülnénk, hogyha más így felhozná. Van még itt egy mondat, amit szeretnék idézni, felolvasom. Sok ember barátnak látszik, és nem az. Sok ember nem látszik barátnak, és mégis az. Volt-e ilyen tapasztalatotok, hogy olyan emberektől kaptatok szeretetet, akiről nem is gondoltátok volna, barátként viselkedett irántatok, és aki mint barát volt, amikor igazán szükség lett volna az ő segítségére, szeretetére, akkor ő elfelejtkezett rólatok. Szerintem ez tipikusan az a történet, amikor a legcsendesebb emberek bizonyulnak megbízhatónak nehéz időszakokban, és akik nagyszájúak, azok meg eltűnnek, amikor szükség lenne rájuk. Beszélhetnénk még arra, hogy hogyan lehet tönkretenni egy barátságot. És akkor örök harag, te még jobbra, én balra. A Bibliában szó van Ábrahámról és Lótról, akik az anyagi dolgok miatt így összekülönböztek, illetve Lót azt mondta, hogy én erre megyek, te arra menj, illetve Ábrahám is úgy látta, hogy hát ha Lót mást választ, akkor hadd csinálja, és hogy megszakadt a kapcsolatuk, de amikor Sodomába az a drámai dolog történt, akkor Ábrám imádkozott érte. Vagy amikor Lótot megtámadták és kifosztották, akkor összeszedte az embereit, és ment utána, hogy kimentse. Tehát ez az a barátság, ami kívánatos, hogy igaz, hogy elhagyott, és úgy látszik, hogy elfelejtett, de én azért törődök vele, és szeretem. És azzal fejezzük be, hogy a Biblia szerint, meg a hitünk szerint van egy fő barátunk, a legnagyobb barátunk. Jézus Krisztusról beszél a Biblia arról, hogy ő a mi barátunk, és nincsen senkiben annál nagyobb szeretet, mint hogy az életét adja a barátaiért. És hogy nektek Jézus barátotok? Igen. És hogy jött létre ez a barátság? Jó képed? Hát nekem úgy, hogy én mindig át tudok mondani neki mindent, és Isten az egyetlen olyan barát, akiben meg lehet bízni, és ő tényleg nem mondja el senkinek, és mindig segít a problémáinkba. Igen. Miriam? Hát szerintem ez megtéréssel, amikor őt választod, és befogod a szívedbe, akkor ez onnantól kezdve lesz az, hogy te barátodnak nevezed őt, és mindent elmondasz neki, és rátámaszkodsz. Igen, Lilla? Szerintem is egy megtéréssel lehet ezt kimondani, hogy a barátom lett Jézus, de nyilván ez egy hosszabb folyamat, még tényleg őszintén tudok vele lenni, és megbízni benne, és bármit elmondani neki. Igen, és Viki? Szerintem sokszor nem is, ugye nem kézzelfogható az, hogy Jézus tud a barátunk lenni, de amikor megértjük azt, hogy ő valóban látja mi fájdalmunkat, és látja teljesen a szívünket, akkor mi is megértjük, hogy ő tényleg itt van mellettünk. Tehát én elmondom nektek, hogy Jézus a megváltóm is, azért, mert megbocsátotta a bűneimet, azért, mert megtisztított, és hogy hát az ő céljaira felhasznál engem. És hogy tudom, hogy örök életet kaptam tőle. Ajándékba persze, ezért nem dolgoztam meg. Jó képed? Hát Isten az egyetlen, aki tényleg meg tud nekünk bocsátani, és hát szerintem ő az egyetlen, aki meghalna értünk, mert nem hiszem, hát nagyon sok barátunk lett, de mégis igazán csak ő halt meg értünk, és ő tud egyedül megbocsátani, mert nagyon sokan meg se bocsátanak, hogyha olyan probléma akad akkor. Igen. Hát szerintem Jézus az egyetlen, aki úgy elfogad minket, ahogy vagyunk, és akárhányszor csalódást okozunk neki,
vagy bűnkövetünk elő ugyanúgy kitárt karokkal vár minket. Szerintem a hívó emberek is esendőek, és ezért éppen pont Jézusba lehet megbízni teljesen, és tényleg mindent el lehet neki mondani. Igen. Azt is fontos kiemelni, hogy Jézus áldozata volt, csak az ő áldozata elegendő ahhoz, hogy mi megváltassunk, és hogy Isten gyermekének neveztessünk. Nagy öröm volt veletek beszélgetni, köszönöm, hogy adtátok magatokat erre a beszélgetésre, és nagyon sok áldást kívánok az életetekre, és köszönöm ezt a beszélgetést.